Sziasztok, Köböl Anita vagyok, ez pedig itt a Női Öltöző, amiben nőket érintő kérdéseket járunk körbe. Ma például az önbizalom és a szépség lesz terítéken, amihez ki mást is hívhattam volna vendégemül, mint az elragadó Trokán Nórát. Szia Nóri, köszöntelek. Szia. Te már itt nosisztál közben, hát neked az alak kérdéssel úgy látom, hogy nem kell foglalkozni, úgyhogy... Most egy ilyennek nem tudom, ki tudna ellenállni, ez nagyon durva, életemben nem láttam. Brutál jól néz ki. Nem is tudom, hogy megígyem-e. Bármit tehetsz vele, menet közben nyugodtan, ahogy jól érzed magad. Én egy kicsit faggatlak itt téged a kérdéseimmel, mégpedig ugye első körben akkor azzal kezdeném, hogy szépség. Szerintem ez a te esetedben abszolút nem is kérdés. Én viszont azt olvastam róla, hogy sokkal inkább fiúslánynak tartod magadnak. Ez mit jelent, és hogy éled meg igazából ezt a fiúságot, mit jelent számodra? Hát én azon nevettem idefelé, hogy, hogy ugye megkaptam a témákat, mikről fogunk beszélgetni, és úgy vezettem, és úgy végignéztem magamon, és mondtam, hogy na, itt a nőiesség témában megérkezem, itt a síjjekimbe, meg a pulóverembe, meg a bakancsomba, mondom, mi lesz itt. És hát igazából ez vagyok inkább én, azt hiszem. Tehát, hogy szeretek azért, most ez a külső része a dolognak, a fiús-lány dolognak, de szeretek azért nyilván kiöltözni, vagy alkalmakkor úgy megadni a módját, és akkor úgy átváltozni egy kicsit, de... De ez például baj, tehát hogy akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk éreztél magadon valami olyasmit, hogy például lehet valamiféle előítéletebb, hogy egy nő nem lehet akkor nőies és szép, hogyha egyébként szeret pulcsiba, joggingba járni, bármi ilyesmi? Soha nem volt, hál' Istennek, ezzel úgy rossz tapasztalatom. Tehát, sőt, inkább valahogy visszaigazol mindig az élet, hogy egy nő akkor nőies, vagy egy akkor stílusos, hogyha önmagával harmóniában van, és ez... akár lehet egy 20 centis magas sarkú, vagy éppen egy klubba, tök mindegy. Csak hogyha úgy érzi magát jól, és úgy érzi magát egésznek, és nőiesnek, vagy önmagának, akkor az a ruha rajta az olyan lesz, amilyen. Tehát az lesz a lehető legjobb. Nálad egyébként minden nagyon magától értetődő volt az életed során? Ez idáig bármelyik területről is legyen szó? Az én helyzetemben nem volt szerintem túl szerencsés az, hogy 18 évesen felvettek az egyetemre, mert nagyon, nagyon gyerek voltam, iszonyatosan lila felhőben éltem, éppen az első szerelmemet éltem nagyban, és egyáltalán nem érdekelt az, hogy most én a lelkem mélyére azt se tudtam, hogy mit az első évem az ráment arra, hogy most itt mit kell magamba kotorálni, mit kell keressek önmagamat, tehát azt se tudtam még, hogy micsoda, csak így tényleg úgy lebegtem. Azt hiszem, hogy a harmadik év környékén történt egy nagy csalódás, az életem első nagy szerelmi, meg minden párkapcsolati, mindenféle csalódás. És akkor elkezdtem úgy, érdekes, hogy az embert a bizonyos tragédiák, vagy azok kezdik el ugye egyre mélyebbre törni a kis személyiségébe, és akkor úgy elkezdtem úgy érzékelni, hogy ja, hogy igen, és akkor ott kezdtem el magamat felfedezni. Addig úgy tényleg az volt, hogy voltam, hogy semmi probléma, hogy lebegtem, szerelmes voltam, és akkor volt egy ilyen nagy törés, és onnantól kezdve számítom azt, hogy úgy elkezdtem elkezdtem az ön személyiség utamat bejárni, vagy elkezdtem rajta menni. Te egyébként olyan típusú vagy, akinek kell a folyamatos visszaigazolás, visszacsatolás, hogy jó abban, amit csinál, vagy hiszel annyira magadban, és ha már ugye így indítottam a beköszönésben, akkor van-e annyi önbizalmat, hogy tud, hogy te jó vagy abban, amit csinálsz? Inkább ez a fontos, hogy az ember el tudja fogadni azt is, hogy tudja azt, hogy hát most ez nem ment úgy, vagy így. És ne görcsöljön rá arra, hogy most jó volt, vagy nem volt jó, vagy hanem érzi azt, hogy na figyelj, ez most nem úgy sikerült, nem baj, holnap jobb lesz. Tehát, hogy egy picit el kell érni ebbe is egy olyan lazaságot, mert hogyha nagyon rápöröksz arra, hogy ez most nem megy, akkor csúszik ki a szönbizalom alólat, hogy ez minden. Hanem az van, hogy jó, ez most rossz volt, de holnap jobb lesz. Hogyha egy picit mondjuk úgy fenköltebb kérdést szeretnék feltenni, ami tudom, hogy átkozottul összetett, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, akkor szerinted mi az önbizalom? Meg lehet ezt egyáltalán nem is feltétlenül csak egy szóba, de mondjuk úgy fogalmazni, hogy mitől lesz valakinek önbizalma? Hát talán attól, hogy amit az előbb így fejtegettünk, hogy ha megtalálja a helyét a világban,
a miértjeit, hogy miért, mi a dolga, akkor talán van egy olyan küldetés tudata, vagy egy olyan érzés, hogy na most én számítok, vagy én tudom, hogy nekem mi a dolgom. És hogyha az élettől kap lehetőségeket, és olyan helyre is kerül, ahol ezt tudja kamatoztatni, hogy ezt tudja használni, akkor szerintem nagy esélye van arra, hogy lesz egy jó önbizalma, hogyha megpróbál jobban lenni önmagával, és megpróbálja a helyét megtalálni, vagy tehát a személyiségét, vagy önmagát megtalálni. Szerintem egy tulajdonképpen egy egész életen át tartó feladat, mert az ember mindig, amikor azt gondolja, hogy na most én a helyemben vagyok, tök jó mindent megtaláltam, akkor így jön egy ilyen pofon így balra, hogy várjál, nem biztos, nem tudom. Tehát mindig ezzel úgy vigyázni kell, hogy kijelenteni azt, hogy na, én most innen, nem, ez tök jó nekem, minden, tök szuper. Mert ez az élet az ugye mindig tud hozni valami újat, és mindig meg tud lepni. Mégis én például azt látom így a nagyvilágban, egy kicsit távolabbi dimenzióból vizsgálgatva ezt az önbizalmi kérdést, hogy mintha egy ilyen globális mélyponton lennénk, ugye például rengeteg sok motivációs könyv jön ki, nagyon sokáig belénk ezeket a pozitív gondolatokat és a pozitív gondolkodást. Szerinted egyébként erre szükség van? Sokat tudnak például meríteni az emberek ezekből a könyvekből, vagy ez egy jó fogás a marketing szempontjából, és sikerül találni egy részt a pajzson? Szerintem mindkettő valahogy, mindkettő igaz. Az emberek nem változnak, tehát ez a legfantasztikusabb az egyik a színészetben szerintem, hogy találkozunk olyan 400-500 évvel ezelőtt íródott darabokkal, amiből egyszerűen ki lehet olvasni azt, hogy ugyanolyanok vagyunk most is, mint a Shakespeare korában. Tehát pont egyébként a párom foglalkozik most Shakespeare szövegekkel is, és így ültünk otthon, és így néztük, hogy Jézusom, és mondta, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy kellett egy ilyen zseni hozzá a Shakespeare, aki ezt így le tudta írni ennyire modern. Tehát olyan modern a Shakespeare, hogy ezt nem lehet elhinni. Ez valójában, mintha most itt mászkálna, és itt írná, hogy mi megy a soroksárin. Tehát, és egyszerűen azt mutatja, hogy az ember nem változott. Ha egy icipicit boncolgatjuk a férfinői szerepeket, ugye, amit te is említettél, hogy valahol ez félúton most egy kicsit elferdült. Akkor mi az, amit például te tőle kapsz, amivel tudja a te nőiességedet erősíteni, és azt gondolod, hogy hát ebben minden nőnek része kellene, hogy legyen? Én szerencsés vagyok nagyon ebben is most, mert egy olyan emberre találtam, aki az emberem. Tehát, amikor az ember azt érzi, hogy ő kiegészül. És valahogy azt tudjuk nyújtani egymásnak, hogy tényleg egymás... Tehát nekem az a szeretetem felé, meg az ő szeretete felém, hogy azt akarom, hogy neki jobb legyen a világban, és oda-vissza.